Hajrá! Szeretettel köszöntök minden résztvevőt, hogy megtiszteltek bennünket klubunk megnyitásának egyéves évfordulója alkalmából. Köszöntöm a Móri Nyugdíjas Klub tagjait, meghívott vendégeinket, köszöntöm tagtársaimat a kitartó csoportos munkát megköszönve, az összetartást, hisz e napot azért tudtuk megünnepelni, hogy összetartó szép csapatunkat. Kérek egy nap tapsot nekik! Köszönöm szépen! Tehát 2004. szeptember 18-án alakultunk, kicsit az idősek világnapja alkalmából, mivel ez is szeptemberben van. Erdőfohásza, vándor, aki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezed! Én vagyok tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon, én vagyok tornácod barátságos fedele, melynek árnyékába melekülsz a tűző nap elől, s gyümölcsöm oltja szomjadat. Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja, én vagyok asztalod lapja, én vagyok az ágy, melyben fekszel, a deszka, melyből csónakodat építed. Én vagyok házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsót fedele. Vándor, ki elmégy mellettem, hallgass kérésem, ne bánts, ültess egy fát, és nem éltél hiába. Köszönjük szépen! Még a Rimának van egy verse, kérném szépen. Ma nagy ünnep van a Csepényi Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub megalakulásának első évfordulója. És ebből az alkalomból a kastélykert legszebb helyén ültetünk egy fát. És megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem az előjáróknak, hogy ezt lehetővé tették nekünk. Így visszatekintve az egyéves fennállásunkra, az kibővült. Ja, először kevesen voltunk, utána kibővült a létszámunk. Varga Istvánné, Marika a klubvezetőnk, nagyon sokat köszönhetünk neki lelkiismeretes munkájáért, és ahogy a nótában van, nyugdíjas klub, hova összejárunk, itt szintén otthonra találtunk. Közöttünk már soknak nincsen párja, sajnos nincsen, aki hazavárja. Nyugdíjas klub egy kicsit az otthonunk, mint egy jó családban, mindent megvitatunk. Itt tudjuk feledni, minden gondunk, bajunk, visszaszáll arcunkra, vidám mosolyunk. Öröm és vidámság legyen az életünk, illatos virágok nyíljanak még nekünk. Talán még kaphatunk vidámabb éveket, de erre csak a Jóisten otthat feleleket. Őszhajú a kifjú lelkek, itt vagyunk a sorba, jöjj közibénk, jó barátunk, legyél a klubtársunk. Most kérem a Jóisten, áldja meg a szépkorúak fáját, nőjön, növekedjen, minden hétfőn meglátogatjuk egy kicsit, ha az egészségünk engedi. Itt lesz az alapító tagok névsora, és rajta a magyar nemzeti szallag. És abban reménykedünk, ha mi elfogyunk, újak lépnek a helyünkbe, és egy kicsit megemlékeznek rólunk. Csabba is reménykedünk, hogy gyerekeink és a drága unokáink egyszer vagy néha-néha megpihennek, megállnak a fánál és emlékeznek ránk, mert mi nagyon szeretünk benneteket. Most már itt egy szép kis fa, tulipánfa, nőj, növekedj, érezd jól magad, jól magad. Kismadarak, pillangók, szálljatok a gyenge ágaira. Dalos madarak, mindig énekeljetek rajt, és vigyetek boldogságot, békességet az emberek szívébe. Köszönjük szépen! És akkor én most elénekelnék egy éneket. Ezt Romániában tanultuk, aztán Bóriakhoz is csodálkozik. Hello, magyar! Hello, fele! Hello, magyar! Hol vagy fele? Bármerre visz a sor, hello, magyar, Kárpát!
elmegyünk és folytatjuk tovább az ünneplést. Nap mint nap meg kell éljük a hétköznapokat, hanem azért is, hogy ezeket a hétköznapokat derűvel, vidámsággal tudjuk megélni, és lelki békességgel. Azért, hogy amiért dolgozunk, amiért dolgoztak, amiért önök tettek, azt élvezni is tudjuk. És miért dolgozunk? Talán Pósa Lajos fogalmazza meg a leginkább szívhez szólóan, és majd hogyan folytatni lehetne ezt a könyvet ezzel a verssel, amely így szól. El ne add az ősi házat, el ne add az ősi telket, hol a fészken késő ősszel gólyomadár kelepelget. Ha elfáradsz a nagyvilágban, gyere haza, megpihenni. Az öreg fák árnyékában szép időkre emlékezni. Rád neved majd mosolyogva, piros szőlő, csengő, alma, az öreg fák árnyékában rákezdesz egy régi dal. El ne add az ősi házat, el ne add az ősi telket, hol a fészken késő ősszel gólyamadár kelepelget. Hát önök is, mi is, 130 évvel, sok száz évvel, vagy 50 évvel ezelőtt is mindenki azért dolgozott, hogyha a családból valaki elment a nagyvilágot megismerni, és ott megfáradt, legyen egy hely, ahova megpihenni, haza tudjunk. És most talán egy kicsit udvariatlan leszek, hiszen nem a vendégek vezetőit, hanem a helyi nyugdíjas klub vezetőit szeretnék köszönteni egy szál virággal, és kívánva neki továbbra is hitet, kitartást ahhoz a munkához, amit itt a nyugdíjas klubban végez. És nagyon bízom abban, hogy itt van a Mória vezetője is. Szeretném őt is megismerni. Nagyon sok szeretettel fogadja tőlünk ezt a szálvirágot, és ebben a gondgyomlálásban további erőt, egészséget és hitet kívánunk. Egy pillanatra én is szeretnék egy pár szót szólni. Ahhoz, hogy egy klub jól működjön, ahhoz szeretet, békesség és testvérhez való együtt, mindig együtt kell működni. Tehát nem lehet, egy klubba nem lehet széthúzni, egy klubba össze kell tartani, mindenkit kell szeretni, és csak úgy lehet egymás mellett megvenni. Kívánom nektek, hogy ti is jelenleg sokáig vegyetek együtt, mint amilyen régóta mi klubunk együtt van. Nyugdíjasok klubja, egy kicsit az otthon. Mint egy jó családban, minden megmutató. Így tudjuk feledni minden gondos bajunk. Visszaszáll arcunkra vidámosodunk. Megfáradt szívünknek igaz mutatója, egy-egy kis muzsika, egy-egy magyar nota. Vicceket mesélünk, verseket is mondunk. Ezekkel űzzük el a mindennapi gondunk. Öröm és vidámság legyen az életünk, illatos virágok nyíljatok még nekünk. Talán még kaphatunk vidámabb éveket, de erre csak a jó Isten adhat felelepet. Bár az időviharra megtépázott minket, talán majd ez a klub vidítja szívünket. Egy-egy kedves jó szó, baráti ölelés, az őszi meleg napfény, az is lehet még szép. Thank you.
beszélgélt apóka, és így járt nála a szó. Egy napig többet dolgozom, mint három nap, anyu. Úgy, szólt egy szép napon, anyu. Csináljuk hát ekin. Holnap itthon maradsz helyettem, és én tartom az ekin. De meg feldám a csápót, és szűrd meg a tejet, és etesd meg a malacokat az istálló meget. És tartsa meg a tulajon, mert még rossz helyre tolnak. És fonjad szépen meg a szözt, hogy majd szülhessek holnap. S reggel anyu ostort kapott, ment fogni az ekét, apu pedig csöpröt fogott, s ment fejni tehenét. De Csákó ugrott, Csákó rúgott, hogy apu orra tört, s falkával úgy vágta képen, hogy csöbre is kidőlt. Hó, te Csákó! Hó, te Csákó! Csákó, állj rendesen! Ha még egyszer megfejlek én, száradjon le a kezem! Etette a malacokat az istálló meget, fejét úgy a félfába verte, hogy vére elelett. Mire a tyúkokhoz jutott, rég az út félre tolta, és nem találta meg a szözt, miből anyu szőtt volna volna. És esküt mondott apu a napra, a holdra és csillagokra. Nem szólok én soha bele, bármit csinál a nyóka. Szegény embernek. Kisibolyák, margaréták,
fehér gyöngyvirágok, díszítsétek virágokkal az egész világot. Legyen egy szép virágokkát ez az öreg földünk, tisztuljon meg a sok szánytől és a kormos füsttől. Sokszor szedtem vadvirágot kis csokorba, asztalunkra téve, ezzel vittem boldogságot jó anyám szívébe. Amikor ezt átnyújtottam, gyermek szeretettel, nem lehet azt kifejezni arannyal és pénzzel. Úgy élnek ők kint a mezőn, mint a paraszt ember, vihart épi, napperzseli, becsületük nincsen. Pedig ha ők nem lennének, szörnyű nagy baj lenne. Ez az egész kerekvilág kopár puszta lenne. Gondoljunk hát úgy reáljuk, mint az Isten áldás. Mindkettő szerénységbe viseli a sorsát. Tavasszal, ha kinyílnak, virítanak újra, egy-egy csokrot néha-néha tegyünk asztalunkra. Én a nyugdíjas klub tagjainak nevében szeretném átújítani a Vasgának ezt a világot, és további nagyon jó egészséget, és még a klubtagokhoz nagyon jó türelmet, rendezőkészséget kívánok. Az egész falu nevében. Anyom, mi van? Édesanyom, mi van már? Anyom, anyom, édesanyom, mit csinolja? Hajányok rám néznek, azt meg is állnak. Hajányok rám néznek, azt meg is állnak. Anyom, anyom, édesanyom, mit csinolja? Üdös fiam, gyerek vagy még. Ráérte még a lányokra kacsingatni, de ha lányok rád néznek, azt meg is állnak. Idős fiam, bújj le a te szempillódat. Humomanyom, humomanyom, humogatom, de mit ér, ha azután megnyitogatom, mert van az én szívemnek egy akarat, ja, ami az én szempillómat nyitogatja. Mert van az én szívemnek egy akaratja, ami az én szempillómat nyitogatja. Thank you.
mint a rossz bogrács, nem megyek én ahhoz. Járjunk, járjunk, György virágom, kerti virágszám. Elmennére a takácshoz, a veszem a tához. Jaj, anyám, a takács, olyan, mint a zárt tojás, nem megyek én ahhoz. Járjunk, járjunk, György virágom, kerti virágszám. Elmennére a Jánoshoz, a veszem a tához. Jaj, anyám, a János, valamennyi, mint álmos, nem megyek én ahhoz. Jánom, Jánom, könyv virágom, kerti virág szálom. Elmennére a diákhoz, a veszem a tához. Jaj, anyám, a diák, olyan, mint a gyöngy virág, elmegyek én ahhoz. Jaj, anyám, a diák, olyan, mint a gyöngy virág, elmegyek én ahhoz. Petőfi Sándor János Vitézből, kérlek egy részletet. Egy rózsa szellem, szebben beszél, mint a legszerelmesebb levél. Nem tud az írni, aki küldte, mert aki küldte, az már nem él. Nyugszik a csendes temetőben, szemét lezárta a halál. Az ő porából nőtt a rózsa, e rózsa, rózsa, rózsaszám. Egy rózsaszám, ezt kaptam én, benne az ő szerelmeim, mert én szerelmem, ez a rózsa, e rózsa, rózsa, rózsaszám. Piros rózsák beszélgetnek, bólintgatnak, úgy felelnek egymásnak. Találgatják, hová jutnak, mely sarkára ennek a nagy világnak. Szép asszonynak, hó keblére, vagy egy gyászos temetésre, a szó
látogatásotokkal. Ez alkalommal szeretném feltenni először is egy emléklapot, egy picike kis ajándékot, mondjátok szeretettel is. És nagyon sok szeretettel ezt a virágot, annak jeléjül, hogy megtiszteltetek bennünket, és remélem, hogy lesz még alkalmunk máskor is találkozni. Nagyon szívesen elfogadjuk a meghívást. Igen, azt terveztem. És akkor most szeretnénk, ha együtt elénekelnék a nyugdíjas dalt. Hiszem, hogy ez vidámmá teszi az életünket, és erőteljesebbé teszi a nyugdíjas korunkat is. Jézus Krisztus mondja ezt Máté evangélium a 11. részének a 28. és következő verseiben. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztok titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Jézus nem csak nagy tömegek előtt mondta el ezt a tanítását, hanem alkalomról alkalomra, amikor városonként, falvanként járva, emberekkel találkozott. Az öregség a maga terheivel rányomta bélyegét az emberi életekre, az emberi arcokra, és Jézusnak erre is kiterjedt a figyelme.
És ő ezt mondja, és ez a hívása ma is érvényes. Hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetek. Jézus miért hívja a megfáradtakat és megterhelteket? Szóval, hogy nyugalmat adjunk nekik. Hogy felderítse az arcukat. Hogy erőforrást leljenek Jézus Krisztus közelségében. Mert erre az erőforrásra naponta szükség van. Jézus azt akarja, hogy függetlenül az időtől, az kortól, az életkortól, függetlenül attól a helyzettől, amiben vagyunk, erőforrásunk legyen. Hogy valóban, így mondhatnánk, fiatalosan, megújuló erővel tudjunk elébe nézni a napokon. És akkor van időnként egy-egy olyan alkalom, amikor elnosztalgiázunk a múlton, amikor eszünkbe jutnak régmúlt idők, ifjúságunk, szép, erőteljes időszakai, korszakai, akkor tudjuk meg, hogy az öregkornak, vagy az idősebb kornak is megvan a maga fénye, megvan a maga ereje, és nem pusztán a fizikai munkában, a családról való gondoskodásban, hanem a családért való őrtállásban van feladatunk. Az idősebbeknek kivált képen való nagyszerű feladata és lehetősége az, hogy figyelemmel kísérjék a gyermekeket, az unokákat, hogy imádkozzanak értük, hogy ebben az imádságos gondoskodásban Isten közelébe segítsék őket, hogy megismerjék, hogy van erőforrás. Jöjjetek én hozzám, azt mondja Jézus, akik megfáradtatok, és megterheltetek, és én megnyugosztok titeket. Akár a napok fáradtsága, akár hónapok, vagy életünk megpróbáltatásokkal teljes időszakaiból ránk terhelődött fáradtság legyen az, vagy akár az esztendő súlya, de mindenféleképpen érvényes, és ez a krisztusi hívás szól mindenkor, mert nála találunk nyugalmat, nála találunk békességet, mert ő az, aki megszabta életünket, és aki eljuttatott bennünket eddig a mai napig, ő az, aki szeretetével, kegyelmével láthatatlanul is, de körülvett, pásztorolt bennünket, és áldotta az életünket. És akár mikor is, bármilyen körülmények között is vagyunk, de őrá számíthatunk. Csendességeinkben, imádságainkban, az ő igényének közelségében hozzátalálhatunk. A Szentlélek Istennek fénye, világossága beragyoghatja az életünket, és igazi örömöt adhat a szívünkbe a vele való találkozás és a vele való közösség. Én ezt kívánom kedves testvéreimnek, hogy ez a Krisztussal való élő közösség valóban legyen életüknek a fénye és mindenkori öröme, hogy megtapasztalják hatalmasan, hogy mind ifjúkorban, mind felnőttkorban, mind öregkorban, de bennünk van az Isten. Amen, így legyen. Amen. Én szeretném megköszönni a tisztelt úrnak ezt a szép beszédet, és mindazoknak, akik eljöttek erre a találkozóra, és bármilyen formában segítettek bennünket, hogy ez a találkozó itt létrejön, és nagy boldogság tölt el bennünket, hogy ilyen szép létszámmal megjelentünk. És én azt szeretném, hogyha a Csetény Nyugdíjas Klub nem csak egy szimbólum lenne, hanem akik még nem nyugdíjasok, nem tagok, azok is eljöjjenek közénk. Mert bárkit szeretettel fogadunk, és megpróbálunk mindenkit felvidítani, akinek bármilyen szomorúsága, bánata van, egy kis lelket önteni bele, egy kis vidám zenével, énekléssel. Úgyhogy én azt kívánom, hogy minél többen jöjjenek ide közénk, és érezzék azt, hogy valóban erre nyugdíjas klubra szükség van. És még egyet, amit nagyon szeretnék megköszönni a Marikának, hogy ő szívvel, lélekkel kiáll ezért a közösségért,
és olyan dolgokra képes, amire csetényben nagyon kevesen lennek képesek, mert éjjel-nappal mindig azon töri a fejét, hogy hogyan tudna ezt a klubot összetartani, ajándékokkal ellátni, és mindenkinek örömet okozni. Erre kérek egy igen-igen nagy tapsot a Marikának. Segít a zenéjével és a kedvességével, mindenki az ő is szintén ugyanilyen kedves, és nem beszélve arról, hogy a zene, ami tényleg földobja az embereket, ő szolgáltatja nekünk elésülni. Úgyhogy kérek én is, őnek is egy nagy tapsot.